Köszöntöm nézőinket, közeledik a karácsony. Nagyon sok édesanya úgy érzi, hogy nem szereti az ünnepeket, mert nagyon sokat kell dolgozni a konyhában, szinte beesik a karácsony fa alá. Mai műsorunkban ővelük is szeretnénk egy kicsit foglalkozni, tanácsot adni nekik is, illetve nem csak nekik, hanem a férjüknek is, a nagyszülőknek is, hogy hogyan lehet úgy megszervezni a karácsonyt, hogy ez a család minden egyes tagja számára meghitt, boldog és örömteli legyen. Ne csak az ajándékozásról szóljon, az ajándékokról, hanem nézzük meg ennek egy kicsit a lelki oldalát is. Nagyon örülök, hogy ismét elfogadtad a felkérésünket, Lauter Adrien, tanácsadó szakpszichológus, és kíváncsian várjuk most is, hogy milyen jó ötletekkel, tanácsokkal tudod segíteni a családokat a karácsonyvárás kapcsán. Köszönöm szépen még egyszer én is a meghívást. Én azt gondolom, hogy így, ha az ünnepekre gondolunk, akkor én magam is sokszor tapasztalom a praxis során, hogy felmerül a nagy kérdés, hogy az ominózus Jézuska Mikulás misztériumát ezt fel kell lefedni, hogyan kell ezzel kapcsolatban kommunikálni, és gondoltam, hogy ezt behoznám, mint téma, mert hogy abszolút egy jogos és fontos dilemma adott esetben a családok életében, hogy erről kell-e beszélni, kell-e nyilvánosságra hozni. És a rövid válaszom az, hogy nem, mert hogy ez valahol nem egyenlő a felvilágosítással, tehát ez nem egy olyan beszélgetés, ahol most leülünk és elmondjuk, fiam, lányom, hogy nem létezik a Mikulás, vagy a Jézuska. Itt sokkal inkább arról az oldalról közelíteném meg, hogy ez egy fantáziavilág, legyen szó főleg a kisgyerekek esetében arról, hogy itt a jóság, a csodának az alapkövei, vagy a békességbe vetett hitnek az alapkövei vannak ilyenkor letéve, hogyha a Mikulásra vagy a Jézuskára gondolunk, és hogyha a mesékből indulunk ki, akkor jó az mindig elnyeri a méltó jutalmát, és hogyha ezt egy kicsit tovább gondoljuk, akkor a Mikulás is, és a Jézuska is a jó gyerekeknek hoz ajándékot, és ez valahol ez a csodavárás, ez a fantáziavilág, ez szükséges ahhoz, hogy a gyerek mentálisan egészségesen fejlődjön, és nem szükséges ehhez külön felvilágosítás, vagy külön nagy beszélgetés, hogy ez kiderüljön, mert hogy a fejlődésével ezt a képet összerakja, mert hogy jár plázákba, jár az utcákon, és sok Mikulással, sok angyalkával találkozik, és valahogy 6-7-8 éves korban ez úgy összeáll, hogy a realitás az a csodával nem egyenlő, a realitás és a fantáziavilág az nagyon más, és amikor ez elkülönül, akkor valahogy ez a hit a Mikulásban, a hit a Jézuskában, ez is szerte foszlik, de ez nem egy csalódása, nem egy traumatizáló élményként jelenik meg a gyerek életében. Sok szülő fél előre egy kicsit, hogy mi lesz, ha így nyíltan megkérdezi a gyermekünk, hogy most létezik, vagy nem létezik, Mikulás, Jézuska, angyalkák, te vagy-e anya az? Én azt gondolom, hogy ha erre van egy irányított, nyitott kérdés, akkor ezt nyitottan is kell fogadni, ez erről érdemes beszélgetni, érdemes róla megkérdezni, hogy ez neki miért fontos. De én azt gondolom, hogy az, hogyha ez a családban egy szokás, és a család felvállalja azt, hogy megteremti ennek a légkörét, hamarabb állítanak fát, többet készülődnek, vagy intenzívebb az ünnep megélése, akkor azt gondolom, hogy abszolút valahogy ennek lehet tere, és ezt nem szabad olyan szempontból racionálisan kezelni, hogy akkor most már nagykorúvá váltál, ezért a Mikulás vagy a Jézuska nem hoz ajándékot, mert ha belegondolunk, felnőttként is bele tudunk abba a fantázia világba, vagy a csodavárásba helyezkedni, hogy hozunk egymásnak ajándékot, tett valamit a Mikulás a csizmádba, de nem tesszük hozzá, hogy amúgy ezt tud, hogy tőlem kaptad. Tehát, hogy ezt valahogy onnantól kezdve egy egyezményes bólintással mindenki bele tudja magát helyezni, és valahogy el tudja hinni azt, hogy ez erre az adventi várakozásra, vagy magára a karácsony, vagy az Mikulás ünnepére ez létezhet. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban valahogy ez úgy magától jön, hogy ezt úgy a családok a rituálék mentén kialakítják, és a hagyományokba valahogy beleépítik. Kicsit tudományosabbá téve a mai műsorunkat, tudsz-e mondani kutatásokat, amik igazolják ennek létjogosultságát? Abszolút. Azt lehet már látni, hogy a kutatások szerint, hogy ilyen
6 évesek esetében még 85%-uk hisz a Mikulásban, és valahogy a mentális érettséget jól mutatja, hogy az életkor előre haladtával ez a szám csökken, és mondjuk a 8-9 éveseknek már csak a 13-15%-a hisz a Mikulásban. Tehát itt ugye van egy drasztikus csökkenés, ami abszolút jogos és abszolút egészséges működésmódra val a gyerekek esetében, hogy a fantáziavilágban ők biztonságosan érzik magukat, ott olyan csoda tulajdonságokkal lehet felruházni szereplőket, ami nekik is egyfajta védettséget, egyfajta kontrollérzést jelent, és ez ahogy bekerülnek az iskolába, ahogy ez a racionalitás-realitás teret kap, úgy csökken ez a szám, vagy ez a százalék, és ez nem jelenti azt, hogy ezzel párhuzamosan ők úgymond racionálisabbá is válnak, mert hogy attól függetlenül ők is képesek arra, hogy a csodába és a mesébe bármelyik pillanatba bele tudjanak helyezkedni, hiszen felnőttként is szeretünk részese lenni egy mesének, vagy egy valamilyen csoda eseménynek. Mégis van-e különbség, és ha igen, mi a napi rutin, és itt a karácsony ünnepek kapcsán a rítusok között? Ugye a napi rutinnak alapból van egy ismétlődő jellege, hogy a szó is hozza, hogy naponta csináljuk. Ennek mentén ennek van egy elég erős automatizmusa, van egy elég erős feladat jellege, amitől ez monotonna, adott esetben kötelezettségé vagy unalmassá is válhat. Ellentétben a rituálékkal ott nagyon erős az érzelmi töltet, ami azt jelenti, hogy a rituálénak általában van múltból eredő gyökere, és a jövőre is hatással van, ami azt jelenti, hogy akár generációkon át úgymond öröklődhet, vagy hagyományozódhat ez a rituálé. És itt gondolhatunk arra, hogy hogyan ünnepeljük a karácsonyt, hogyan emlékezünk meg egymás születésnapjáról, de rituálénak számít mondjuk egy vasárnapi ebédnek a lebonyolítása is, tehát hogy itt minden olyan esemény, akció rituálénak számít, amiben a család, mint dinamika meg tud egyezni, és tudja is csinálni. És itt a kutatások egyébként megint csak közre játszanak, hogy meg lett több korosztály is kérdezve erről, és például a fiatal serdülők sokkal kiegyensúlyozottabb mentális állapotról számolnak be egy ilyen longitudinális vizsgálat kapcsán arról, hogyha voltak otthon családi rituálék, voltak hagyományok, amik valahogy biztonságot adtak az ő életükben. Amikor párokat kérdeztek meg ugyanerről, hogy milyen energiát, mennyi energiát fordítanak arra, hogy ezeket a hagyományokat ápolják, akkor ők kiegyensúlyozottabb, sokkal erősebb párkapcsolati kötődésről számoltak be. Tehát én azt gondolom, hogy magában ezeknek a rituáléknak nagy szerepe van abban, hogy később mentálisan egészséges és kiegyensúlyozottabb felnőtt korról lehessen szó. Ha a családtagokat kérdezünk, akkor pedig alacsonyabb a stressz szint, ami így ezekből a vizsgálatokból kiderült. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csak pozitív hatása van annak, hogyha kellő vagy közös megegyezés mentén egészséges mértékben vannak ezek a hagyományok kezelve. Vannak sajnos családok, ahol elválnak a szülők. Mit tudsz nekik tanácsolni, javasolni, hogy ne szétszincálják a gyerekeket, illetve ne egymást próbálják túllicitálni az ajándékok mennyisége és nagysága mértéke szerint? Ebben a kérdésben, ami nagyon fontos, az, hogy felnőttként viselkedjen mindkét szülő ezekben a helyzetekben, és ne a gyerek legyen ezzel megszólítva, ne a fiatal legyen ezzel, ne a fiatalhoz forduljanak ezzel kapcsolatban, hogy hogyan is szeretnék, hogy teljenek ezek az ünnepek. Egész egyszerűen azért, mert fiatal korba, serdülő korba, akarva, akaratlanul is az úgynevezett lojalitás konfliktus, az ki tud alakulni, ami arról szól, hogyha ezt a pszichológiai fogalmat egy kicsit megmagyarázhatom, hogy felmerül az a dilemma, hogy melyik szülőmhöz legyek lojális. Az, akinél szebb a karácsonyfa, aki nagyobb ajándékot ad, tehát egy olyan belső konfliktus alakulhat ki, akarva akaratlanul is, ami belül nagyon nagy feszültséget tud kelteni a gyerekben, hogy valójában az ősi kérdés az, hogy kit szeressek jobban, nem csak a karácsony mentén, hanem általánosságban egy elvált szülők gyerekeként, és az, hogy ha ezt
ezt felnőtt módon kezelik a szülők, és tisztában vannak azzal, hogy ők attól, hogy még, hogy már párként nem működnek együtt szülőként, mindig is együtt fognak szülői szerepben működni a gyermekük, gyermekeik mellett. Ez egy nagyon fontos elhatározás, egy nagyon fontos tudat kell, hogy legyen a szülők fejében. Kisgyerekkorban pedig, amikor tényleg egész kicsikről beszélünk, ott pedig az a nagyon fontos, hogy olyan módú kommunikáció, olyan jelenlét legyen, hogy az ő újraegyesítési fantáziájukat ne táplálja. Tehát az, hogy attól még, hogy őket együtt látom, ez nem jelenti azt, hogy ők újra egy pár lesznek. Tehát ez az újraegyesítési fantázia valahol erről szól, és én azt gondolom, hogy ezt fontos tiszteletben tartani a szülőknek, de ettől még felnőtt módjára ajándékozni is megszabad egymást, tehát ez nem ezt jelenti, de mindenképpen az, hogy valahogy felnőttként tudjanak viselkedni, és ez ne a veszekedésről, ne a rivalizálásról, versengésről szóljon. Én azt gondolom, hogy ez egy kulcs gondolat lehet így az ünnepek kapcsán. Fontos fogalom lehet, főleg az édesanyák kapcsán, ugye ez az elég jó szülő. Mindenki azt szeretné, hogy tökéletes legyen a karácsony, a fától kezdve az ünnepi ételekig legyen feldíszítve, ragyogjon a lakás, de közben meg az édesanyák lelkével, illetve itt az ő boldogságukkal egy kicsit, illetve az ő boldogságuk egy kicsit háttérbe szorul. Milyen tanácsokat tudnál adni az édesanyák számára? Először is ugye van az elég jó szülő fogalma, amiben beletartozik az, hogy maga a nevelési módszer sem mindig tökéletes, meg a nevelési jelenlét sem mindig tökéletes, és ma már ezt a média szerencsére vagy nem, de elég jól hangsúlyozza, hogy attól, hogy eldől a fa, vagy megreped a beigli is, még lehet örömteli az együttlét. Ami nagyon fontos ebben a helyzetben az az, hogy ha pszichológiai oldalról nézem, akkor az én határoknak a védelme, tehát az, hogy én tudok nemet mondani arra, hogy nem lesz öt fogás, csak egy, nem lesz tökéletes a csomagolás, mert nem volt arra annyi idő, tehát amikor én vissza tudom dobni azt a terhet, kötelezettséget, úgymond társadalmi nyomást, akkor jön ebben egy megkönnyebbültségérzés, és már ki tud nyitni az a fajta feladatmegosztásra való hajlam, hogy akkor csomagoljuk együtt az ajándékot, takarítsuk ki együtt a lakást, díszítsük fel együtt a karácsonyfát, tehát már itt van egy olyan fajta nyitás, ami arról szól, hogy valahogy elengedjük azt a szeretet nyelvet, hogy én csak a főztömön keresztül tudlak téged szeretni, hanem más egyéb olyan aktivitást is tudunk együtt csinálni, amitől az együtt töltött idő az maradandó tud lenni, és olyan szocializációs mintát mutat később a gyerekeknek is, ami a saját fejlődésüket jól megalapozza, és ténylegesen olyan mintákkal gazdagodnak, ami később felnőtt korban nagyon hasznos lehet nekik. És önmagában az, hogy látja az édesanyját nem csak teljesítményhelyzetben, mint hogy szalad a lakás, és ő alig elérhető érzelmileg főleg, ez egy nagyon fontos dolog, hogy ilyenkor vissza lehessen egy kicsit lassulni, és lehessen együtt társasjátékozni, együtt beszélgetni, mesét, filmet nézni, tehát valahol itt az én határok védelme talán a kulcs, és ez nem csak a saját én határokat jelenti, hanem a mások én határainak a tiszteletben tartását is. Tehát az, hogyha az én főztömből nem esznek annyit, ez nem jelenti azt, hogy nem szeretnek, vagy nincsenek velem megelégedve. Vannak még olyan új szokások, hogy vannak, akik wellness hotelben töltik a karácsonyt, vannak, akik mintegy végig rócsózzák a családot, vajon hol lehet ebben megtalálni az egyensúlyt, vagy mi alapján döntsenek a családok. Ugye sokan félnek, hogy most ez a wellness hoteles dolog, ez egy újabb keletű dolog, mit szól a család ehhez, és mondjuk ugyanígy végig dolgozzák a karácsony, bár most kaptunk tippet, hogy akkor ezt hogyan lehet megoldani. Én azt gondolom, hogy ez is megegyezés kérdése. Tehát, hogyha a keretekben sikerül megegyezni, és mondjuk ez meg van beszélve, el van mondva a tágabb családnak is, hogy mi hogyan képzeljük el a karácsonyt, akkor én azt gondolom, hogy ehhez a család többi tagja is tud viszonyulni. Ezt bár érdemes előtte megbeszélni, hogy ebben ne legyen váratlan élmény, ez később konfliktusra ne adjon okot. Tehát én azt gondolom, hogy
hogyha ebben sikerül megegyezni, akkor ez a szokásrendszer, ez mindenkinek egyedi. Minden családban más, és ez pont így van jól. Lauter Adrián, tanácsadó szakpszichológus, köszönöm a karácsonyi tippeket, javaslatokat. Én is köszönöm a meghívást.